Öttermen átvezette a látogatókat Salai Gergely, a Hadtörténeti Intézet numizmatikai gyűjtemény vezető múzeológusa. Az elsőben egy 2015-ben előkerült műtárgyat tekinthettek meg az érdeklődők, a Vitézi rend avatós pallosát. Ez ugye egy 1921-ben készült és először használt tárgy, ezzel avatta Horthy Miklós a vitézeket. Látható is itt egy kép, ami éppen ezt a pallost használja. Egyébként pont nagyon szépen látszik, ahogy a Magyar Érdemkereszt nagy keresztjét is viseli ez alkalommal, aminek mint államfő nagymestere volt. A tematikus tárlatvezetéseket a Múzeumok őszi fesztiválja keretében szervezi meg a Szent István Király Múzeum. A programok középpontjában idén az innováció, a tudomány áll. Azt hiszem, hogy akik ezen a tárlatvezetéses, rendkívüli tárlatvezetéses sorozaton részt vettek, azok már megtapasztalhatták, hogy itt valóban nagyon igényesen, ugyanakkor izgalmasan a tudomány területéről osztanak meg nagyon sok izgalmas érdekességet. Ugye a Hadimúltunk kincses tárat című kiállítás, az a Hadtörténeti Intézetnek a különleges tárlata. Ez még csak egy ízelítő, hiszen a jövő év márciusában a rendház épületben valóban egy hatalmas, nagyszabású kiállítás kerül majd megrendezésre. Mint a tárlatvezető elmondta, 3-5 vagy 7 fokozatú kitüntetéseket adtak át a 17. századtól kezdve. A nagykereszteket, kitüntetéseket bemutató teremben 6 magyar és 5 külföldi kitüntetés látható. Többek között a Szent István rend érdemkeresztje is.